Sziasztok! Ma egy tag videóval készültem nektek, és a legutóbbi, hát úgymond tag videónk, az az 1000 feliratkozónál volt, és akkor is mondtuk Bannival, hogy nem terveztünk ilyen videókat, hanem főként olyanokat, amik hasznosak nektek. Viszont hát mostantól lehet, hogy majd kicsit több ilyen nem hasznos videónk lesz. Viszont egy barátnőm ajánlotta azt a teget, amit most el fogok készíteni. Ennek az a neve, hogy kiskori tag videó, azt hiszem, szóval kiskori dolgokról fogok beszélni, vagy képeket mutatni. Igazából egyrészt ez nagyon megtetszett, és közben meg remélem, hogy ti is majd élvezni fogjátok végül is ezáltal, ha nem is a mostani énemet, de a régi énemet jobban megismerhetitek, vagy azt, hogy milyen voltam ugye kiskoromban, szóval kezdjük is. Barátnőm a kérdéseket Facebookon küldte, szóval most onnan olvasom. Az első, az a születési évem. 1998. július 3-án születtem, szóval 15 éves vagyok. A második dolog, hogy most bevágok pár kiskori képet. A harmadik, hogy milyen tévésorozatokon nőttem fel. Hát ez nagyon változó, ahogyan régen is, meg most is nagyon-nagyon sok tévésorozatot nézek, szóval volt még régen a Teletubbi, egészen pici koromban, amire talán a velem egyidősek még emlékezhetnek. Aztán pedig a Disney Channel-nek mindenféle csajos programját néztem. Azelőtt nem tudom, mi volt a neve, talán Fox Kids, meg Jetix voltam. Fox Kids, meg Jetix, igen. Azokat is mindig néztem, még a Sisi hercegnőre is emlékszem. Szóval ezek. Mi akartál lenni felnőtt korodra, és hogy még mindig az akarok-e lenni? Nos, hát én minden akartam lenni konkrétan. Nagyon sokáig nem tudtam eldönteni, vagy hát igazából még most sem nagyon döntöttem, de akartam lenni például színész, énekes, orvos, ügyvéd, tanár is akartam lenni valamikor. De szerintem szakács is akartam lenni, mert az nagyon-nagyon jó kajákat csinálni. Viszont most ezek közül egyik sem akarok lenni. Főként a rendezvény tervezői dolgok felé hajlok, meg ugye az emberekkel való kommunikáció felé, ezért is szeretek annyira videókat csinálni, ugye. Szóval még nem nagyon döntöttem, de valószínű, hogy valami ilyesmiféle pályára megyek. Mik voltak a kedvenc játékaid kiskorodban? A legkedvesebb játékom az Zsuzsi baba volt, amit nem tudod, hogy hol van amúgy? Nem. Egy éves koromban kaptam, és nagyon-nagyon sokáig használtam, még most is valahol megvan amúgy itthon, csak hirtelen nem tudom, hogy hol, de azzal játszottam a legtöbbet, szóval ez volt a legkedvesebb játékom. Olvassak fel valamit, amit Oviban vagy elsőben írtam. Hát Oviban még nem írtam semmit, mivel nem tudtam, de amúgy első, második környékén nagyon sok ilyen sztorit írtam, ugye mondtam is, hogy volt, amikor író akartam lenni, vagy ezt nem mondtam? Na mindegy, nem tudom, hogy mondtam. Azt lehet, hogy kihagytam, de amúgy nagyon-nagyon sokáig író akartam lenni. Igazából még tökre most is szóba jöhetne, mivel az egy tök jó. Na mindegy, írtam, emlékszem egy olyan sztorit, hogy a Piros Hó, az volt a címe. Még az egészre emlékszem, szóval ugye van az a közmondás, hogy majd megcsinálom, hogy a piros hó esik, és én ezt tökre komolyan vettem, és arról szólt meg a történet, hogy egy királyfinak azt mondták, hogy csak akkor veheti el a királylányt, hogyha piros havat tud csinálni. És ezért ő azt csinálta, hogy piros papírból nagyon sok kis cetlit kivágott, és ezeket egy zsákba rakta, és egy repülőgéppel fölment az égbe, és szétszórta, és így piros hó lett, és megkapta a királylányt. Három zeneszám, amit nagyon szerettem kicsiként hallgatni. Tényleg nem tudom. Halász Judit volt az az előadó, akinek koncertjein is voltunk, mikor pici voltam, meg itthon is hallgattunk ilyen dalokat, de amúgy... most gondolkodom. Judit és a Zenemanók. Ez csak így beugrott, hogy volt egy olyan is, de már egy dalt se tudok és semmit, de lehet, hogy ezután rákeresek, mert érdekel, hogy mit is hallgattam, de csak ezek ugranak be. Vicces jelmez Halloweenkor, vagy farsankor, aminek ugye beöltöztem. Vicces. Nagyon nem voltam semmi vicces igazából. Farsankor még az Omiban beöltöztem egyszer menyasszonynak, meg tündérnek, meg még mi voltam. Szóval mindig ilyen csajos dolgoknak öltöztem be. Vicces sztori a kiskoromról. Vicces sztori. Nos,
nekem ez nem jutottam ugye eszembe, de most a húgom mondta, hogy van az a sztori, amikor én pici voltam, és nagyon-nagyon akaratos voltam alapból mindig, és anyával elmentünk bevásárolni, és a sorban álltunk, nagyon-nagyon hosszú volt a sor, és ezt anya már elmesélte nekem nagyon-nagyon sokszor, szóval onnan tudom, hogy földhöz vágtam magam, és visítottam a boltban mindenki előtt. Szerintem ez elég vicces, én nevetnék most magamon. Vannak különleges dolgok, amiket megőriztem a kiskoromból. Hát, igazából szerintem a Barbie babáimat mondanám, mivel a húgommal nagyon-nagyon-nagyon sokat barbiztunk, de tényleg még mikor negyedikes, meg ötödikes voltam, akkor is hazajöttünk és mindig barbiztunk, és ezek még most is megvannak fenn a padláson, szóval ezek megőrizetnek számítanak. Valami furcsa dolog, ami a szokásom volt. Hát ezt is anyáik mesélték, hogy mikor megtanultam beszélni, azután kicsivel, szerintem 2 éves lehettem kb. Akkor volt egy képzeletbeli barátom, akit úgy hívtak, hogy Nini, és mindig olyan dolgokat mondtam neki, amit anyáik is mondtak nekem. Például, hogy Nini, most gyere velem, meg Nini, szól a telefon, és mindig ilyeneket mondtam, és ő volt a képzeletbeli barátom, de azután úgy eltűnt, szóval már nem beszélek úgy senkivel magamban, és hát már nem is nagyon tudom, hogy ő ki lehetett, úgyhogy... És az utolsó kérdés, hogy mennyire más most a világ nézetem, mint akkor. Hát szerintem minden ember elmondhatja magáról, hogy a világnézete az ugye más, akkor mikor már felnő. Kiskoromban igazából mindent nagyon vártam, vagy kíváncsi voltam, szóval nagyon vártam azt, hogy nagyobb legyek, meg hogy felnőtt legyek, meg minden, szóval nem voltam soha elégedett azzal, hogy most pici vagyok, hanem mindig iskolába akartam menni, mikor még ovis voltam, stb. Viszont most már annyiban megváltozott ez, hogy én elégedett vagyok azzal, hogy most vagyok, szóval, hogy most ennyi idős vagyok, és majd jövőre pedig annyi leszek, szóval most nincsen úgy nagyon semmi így a jövőmben, amit annyira nagyon várnék, mint akkor. Úgyhogy azt hiszem, ez változott. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó. Tudom, hogy ez most tényleg kicsit más volt, mint a többi, de egy kicsit talán több dolgot tudtatok most meg rólam, és hogyha szeretnétek Pannitól is valamilyen hasonló tag videót, amivel őt is jobban megismerhetitek, akkor lájkoljátok ezt a videót. Sziasztok!